Sokkos állapotban várják vissza gazdájukat a háziállatok. Főzés közben robbant fel szombat délután egy kiskörei asszonyháza a Deák Ferenc utcában. Miután hónapok óta működik a mentőpont a városközpontban, a mentők percek alatt a helyszíne értek segíteni. A tűzoltók is 3 járművel érkeztek meg. Az asszonyt az utcabeliek hozták ki az égőházból, többször elveszítette az eszméletét, majd másodfokú égési sérülésekkel gyorsan kórházba vitték. Jöttem ki a csapra vízi. Már akkor füstöltött valami, mondtam, hát ha égett valamit vagy valami. Jött egy robbanás, a szomszéddel is haladt. Talán én visszamentem, hívtuk a tűzoltót. De a mentő meg a rendőrség hamarabb kiért, a mentő ért ki először. A gázpalack maradványai az udvar közepén láthatók. Szemtanúk azt mondták, a konyhából a tetőn keresztül repült ki a robbanás hatására. Belül minden csupa víz a 40 négyzetméteres vályokház jó eséllyel bontásra érett. Az asszony itt egyedül nevelte fiát, aki épp nem volt otthon a robbanás idején, édesanyja épp neki sütött volna palacsintát. A rokonok szerint egy nappal korábban hazatott új gázpalackot, hogy főzni tudjon. Te nap előtt cserít a gáz. Többet nem tudok én sem. Az a többi tűzoltók rángattak a rendőrök oda. És arról mit beszél az utca, hogy hogyan történt a robbanás, hogy mi okozhatta? Itten, hogy félfülel haladtuk, gázra, felrobbant a gáz. A szakértő, ami nézte, balaszkot még amikor elutották, még füstölt itt előre, kihozták. Akkor nézte a szakértő, vagy kihozta ki, hogy gázrobbant fel. Érdeklődésünkre Magyar Csilla polgármester azt mondta, az önkormányzat mindennel segíti a bajba jutottakat, ami vészhelyzetben megilleti a családot. Gondoskodnak a fiatalkorú felnőtt felügyeletéről, és szociális bérlakást is biztosítanak.